Gyülekeznek a szépségverseny résztvevői, ez még nem az Alpok Adria nevű megmérettetés, hanem a paksi tavaszi nagytakarítás. A szépségek láthatósági mellényben zsákokkal a kezükben indultak útnak, hogy szebbé varázsolják az ürgemezőt. Szeretném, hogy mindenki figyeljen azért oda arra, hogy ne szemeteljünk, mert ez nem csak nekünk, hanem majd a többi generációnak is fontos lesz. Milyen a hangulat itt a munka közben? Nagyon jó a hangulat, ugye köztünk eleve nagyon jó a hangulat, azért elnevetgélünk, csapatban mindig jobb lenni, úgyhogy nincs panaszunk. Kígyózik a sor, ilyen sokan jelentkeztek a szemétszedésre, az első 100 regisztráló ajándékpólót is kapott. A programot a Paks FM, az Ökocsika Közhasznú Egyesület és a Mezőőri Szolgálat szervezte. Fő célja tulajdonképpen az, hogy takarítsuk ki a várost, mert hát elég szemetes. Többen panaszkodtak arra, hogy az eddigi morálhoz képest sokat változott az itt lakók hozzáállása, egyre több a szemét, és egyre jobban megfigyelhető a nem törődömség. Mezőri szolgálatnak a délutáni feladata lesz, hogy begyűjtse konténerre, berakja ezt a szemetet az utak mellől, ahova kihelyezik, és hétfőn lesz az elszállítás, a Dunakon fogja elszállítani a szeméttelepre. Nem csak a lovas polgárőrség, hanem a paksi fiatal generáció is csatlakozott a nagy takarításhoz. A város polgármestere szerint kiemelt szerepet játszott a program. Nagyon fontosnak tartom a példamutatást, abban a tekintetben, hogyha ilyen sokan megjelenünk, és ugye a sajtó is értesül róla, és a többi lakos is a sajtóból értesül róla, akkor talán én azt gondolom, hogy megszűnik. Megszűnni nem fog, de legalábbis mérséklődni fog az illegális szemétlerakás. A tavaszi nagytakarításon a Dunakömlődi akcióval együtt majdnem 100 mázsa szemét gyűlt össze.